Köszöntöm a kedves nézőket, önök legújabb híradónkat látják. Március 15-e van, ma március 15-e a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja, az 1848-49-es polgári forradalom és szabadságharc kezdete. 1990 óta hivatalosan is nemzeti ünnep. Március 15-e egyébként a magyar sajtónapja is, annak emlékére, hogy 1848-ban ezen a napon nyomtatták ki a magyar sajtó első szabad termékeit. Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára pénteken a Topolyai község területére látogatott. Zenta Gunarason és Gunarason a már elkészült felújítási munkálatokat tekintette meg, Székelytornyoson és Bácskaudvarfalván koszorúzott, illetve ez utóbbiban átadta a felújított könyvtárat, Topolyán az anyaországi támogatásból épülő labdarúgó stadiont, a szintén épülő fürdőkomplexumot és az egykori hotel megújuló épületét is megtekintette, majd pedig a labdarúgó akadémiára is ellátogatott. Topolya község fejlődése szempontjából nagyon fontosak, kiemelkedően fontosak Magyarország kormányának, a Magyar Nemzeti Tanácsnak, a Bethlen Gábor Alapnak és a Prosperitáti Alapítványnak a támogatása is. Mindezek a támogatások lehetővé teszik az életminőség javulását községünkben. A mai nap folyamán több olyan helyszínen jártunk, ahol a projektumok ezeknek a támogatásoknak köszönhetően valósulnak meg. Egyes projektumok már megvalósultak, mások folyamatban vannak. A hotel épülete lesz a következő nagy beruházás Topolyán. Ezt a projektumot is Magyarország kormányának a támogatásával tudjuk megvalósítani. A hotel épületét szeretnénk, egyik részét a hotel épületének szeretnénk kollégiummá alakítani, 59 férőhelyjel, a másik részben pedig szeretnénk egy közigazgatási művelődési tartalmat adni ennek az épületnek. A beruházásnak az összértéke 440 millió dinár, és ennek az összegnek a nagyobb részét, pontosan 333 millió dinárt Magyarország kormánya támogat. Az idei évben nincsen egységes tematikus évünk, hanem minden hónapnak megvan a maga tematikus programja. Az első hónap a január a sporté volt, a második hónap a gyermekegészségügyi, és a március hónap, főleg a nemzeti ünnepünk révén is a közösségek hónapja. Én azt gondolom, hogy a közösség formálásnak az egyik legfontosabb eszköze a sportnak a támogatása, hiszen a sport egy olyan eszköz, egy olyan lehetőség, főleg a gyerekek és a fiatalság tekintetében, amely erős közösségeket hoz létre, és nekünk nagyon fontos az, hogy a nemzeti sportot, a magyar nemzeti sportot meg tudjuk erősíteni, nem csak Magyarországon, hanem külhonban is. Ennek egyik ékes példája az, ami az elmúlt években zajlott itt Topolyán, illetve zajlik még folyamatosan, hiszen a labdarúgó akadémia építése most is zajlik. Örülök annak, hogy az építkezés jó ütemben halad, és reméljük azt, hogy a magyar fiataloknak ez egy olyan lehetőséget ad majd a következő években, amely lehetőségeket ki tudnak használni. Egyébként eddig is már híres labdarúgóink kerültek ki innen Topolyáról. Szeretnék gratulálni a TSC labdarúgóklubnak, amely 1913-ban jött létre, és 2013-ban vette vissza a nevét. Én azt gondolom, hogy ebben a járványhelyzetben a közösségeink bizonyították azt, a magyar közösségek, hogy az a 10 éves munka, amit együttesen folytattunk le az elmúlt időszakban, az bizonyította azt, hogy sikerült úgy megerősíteni a magyar közösségeket a Kárpát-medencében és a nagyvilágban mindenhol, hogy kiállta ez a kapocsa az idő próbáját, és a járványhelyzetben is bebizonyítottuk azt, hogy egyetlen egy magyar sem hagyunk magánra, és minden magyarra odafigyelünk, éljen akár Magyarországon, a Kárpát-medencében, vagy pedig a diaszpórában. Potápi Árpád János részt vett a topolyai Juhász Erzsébet könyvtár Bácskaudvarfalvi fiók könyvtárának megnyitóján, a helyi iskola diákjainak pedig sporteszközökből álló ajándékcsomagot adott át. A beruházást 20,5 millió forinttal támogatta a magyar állam. Örülünk annak, hogy az elmúlt évek során a magyar közösség
a politikai intézményrendszerét is meg tudta szerte a Kárpát-medencében szinte mindenütt erősíteni. Ez így volt a Vajdaságban is, hiszen itt a Vajdaságban a VMS, illetve a Magyar Nemzeti Tanács és a magyarok által vezetett önkormányzatok stratégiai szövetségesei Magyarországnak, illetve a magyar kormánynak, és egy nagyszerű hidat alkotnak a két nemzet és a két kormány között, Szerbia és Magyarország között. Ennek a sikernek is köszönhető az, hogy közösen a magyar intézményrendszert meg tudjuk erősíteni. Például itt Bács-Kossuth-falván a könyvtárat tudtuk közös erővel felújítani, mint egy 20,5 millió forinttal tudtuk támogatni ezt a beruházást, és ezzel egybekötve pedig egy sportszer csomagot is tudtunk itt is átadni. Nagy és fontos pillanat ez a mai. Nem csak intézményünk vagy a Bács-Kossuth-falviak részére és az ő életükben, hanem kultúránk és hagyományaink megőrzésében is fontos nagy léptékű vállalkozásnak a gondolom, hogy első lépése az, hogy a Bács-Kossuth-falvi könyvtár teljes egészében megújul, és egy teljesen korszerű körülmények között tudja várni, fogadni az olvasókat, a falubelieket. Ezért köszönetet mondok Magyarország kormányának, a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának, Betlen Gábor alapnak, a Magyar Nemzeti Tanácsnak, és külön Hajnal Jelő úrnak, aki kiemelt fontosságúnak tartotta és tartja a könyvtárok támogatását. Köszönöm a felújításban nyújtott segítséget munkatársainknak, a Topolyai Könyvtár dolgozóinak, a Bács-Kossuth-falviaknak, akik a hajrában segítettek, és köszönetet mondok Törgyesi Hédinek, aki nagyon sok érzékenységgel megálmodta ezt a teret. Köszönetet illik mondani, de most azt hiszem, hogy ebben a pillanatban így áttekintve az elmúlt hét munkáját kevés a szó. Több kell ennél, az elkövetkező évek tevékenységével bizonyítanunk kell, hogy a bizalom, amit most irányunkban tanúsítottak azok, akik lehetővé tették ezt a csodát, az nem volt alaptalan. És névadónk, Juhász Erzsébet egyik idézetével zárnám gondolataimat, annak a Juhász Erzsébet írónak az idézetével, aki számára a szülőföld rögeszme volt. Az idézet pedig így hangzik. Csinyán az elkalandozással, vagy ahogy nagyapánk mondanák, szeressük, ami a miénk. Azaz, tartsuk szem előtt magunkat. Szolgáljon hát ez most a most átadott könyvtár arra, hogy szeressük, ami a miénk, arra, hogy tudjuk, honnan jöttünk, kikre számíthatunk és merre tarthatunk. És élünk ezzel a páratlan lehetőséggel, szolgáljuk meg azt a bizalmat, amit ettől a közösségtől kaptunk. Köszönöm szépen! A nemzeti ünnep március 15-e alkalmából Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár megkoszorúzta a Bács-Kossuth-falvi Kossuth-szobrot. A mezőgazdasági termelők a kedvező időjárást kihasználva az elmúlt hétvégén már megkezdték az előkészületeket a tavaszi vetéshez. A vetés szerkezet alakulását sokban befolyásolja az egyes haszonnövények felvásárlási árának alakulása. Mivel az utóbbi időben tartósan magas a kukorica felvásárlási ára, a napraforgóért is többet kínálnak, akár már előleg gyanánt is. Attól tartanak ugyanis, hogy a tengeri javára más növényi kultúrák kárára alakítják a vetésforgót a növénytermesztők. A Topolcsánka kosaras lányai a legutóbbi bajnoki fordulóban 88-86 arányban veszítettek a verseci csapat ellen. A topolyai lányok most harmadikak a tabellán, március 20-án pedig a Karaburma lesz idegenben a következő ellenfél a második szerb női kosárlabdaligában. Kedden borongós időre, helyenként gyenge esőre számíthatunk. Hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, de szórványosan záporok is kialakulhatnak.
Hajnalban helyenként gyengén fagyhat is, napközben pedig 7 és 11 fok közötti értékekre van kilátás. Szerdán is felhősebb lesz az ég felettünk, és az eső is eleredhet több alkalommal is. Napközben 5 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk. Csütörtökön is még gyakran lesz felhős az ég felettünk. Napközben 4 és 9 fok közötti értékekre készülhetünk. Kedves nézőink, Önök legújabb híradónkat látták, nem maradt más hátra, mint hogy valamennyi munkatársam nevében további szép napot kívánjak Önöknek.